Köszöntöm kedves nézőinket! Középiskolásoknak, főiskolásoknak szóló pályázat és közfoglalkoztatottaknak szóló tanfolyam erről lesz szó a következő percekben. Beszélgető partnerem dr. Szakács Attila, a Merkatin Kft. ügyvezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A tegnapi híradóban beszámoltunk a Tiszarofi ösztöndíj pályázatról. Egy kicsit térjünk erre vissza, hiszen az... Azt gondolom, hogy nem kis dolog, hogy ebben a térségben több mint száz diáknak tudnak segíteni. Igen, én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget. <coughs> Bocsánat. Igen, a szombati programunkon egy nagyon, úgy gondolom, egy nagyon sikeres napon vagyunk túl, és a több mint száz gyermek rész is vett, tanuló, diák, egyetemista és középiskolás rész vett ezen a rendezvényünkön, ahol értékes információkkal gazdagodhattak. És számunkra pedig egy nagyon jó visszajelzés volt, az ő általuk elmondott visszacsatolások, azot, azt gondolom megerősítettek minket abban, hogy ezt folytatni kell a MNB-nek, illetve a padának nak köszönhetően, alapítványainak köszönhetően a Mercating Nonprofit Kft-n keresztül ez folytatódni is fog. A következő második fél éves programunk egy-két héten belül azt gondolom a, a weboldalunkon, illetve a Facebook oldalunkon is fönt lesz. És, illetve a tulajdonosunknak, ugye a nagy Egyetemnek a weboldalára is nagy valószínűséggel rövid időn belül fel fog kerülni, és ott minden érdeklődő tud tájékozódni ezeknek a feltételekről mert hogy a 2018-as év első szemesztere lezárult, ugye a második fél év az még hátra van, viszont, hogyha jól tudom, akkor októbertől kapták az ösztöndíjat, tehát szeptemberig pályázhatnak. Tehát 2017-18-as tanévről van szó, így az első fél év a szeptemberbe indult, így ahogy említette, és ugye ez január 31-éve zárult le, és most az új második fél év, az pedig február 1 indul, egészen június 30-áig tart, de maga az a, a forduló napokat nem teljesen követjük ilyen, ilyen esetben, van néhány hét, lehetőség arra, hogy a pályázatot meg tudjuk jeleníteni, illetve arra le tudják adni majd a pályázatot a jelentkezők. És már most a következő tanévre is készüljenek? Készülhetnek. Én azt gondolom, ugye mi már ezt 2015. szeptemberétől folyamatosan minden fél évben kírjuk ezt az ösztöndíjat, és én, én azt gondolom, hogy a támogatóinak hála eddig is minden gond nélkül tudott ez a program menni, és azt gondolom ezután is fog tudni menni. És hát, hogy ne csak a diákokról beszéljünk, mert hogy talán ezen a sikeren is felbuzdulva nagyjából ebben a térségben próbálnak segíteni felnőtt embereknek is. Ez egy vadonatúj kezdeményezés, és hogyha jól informálódtam, akkor a megyében egyedüliként nyerték el ezt a pályázatot. Így van, úgy a, úgy a teljes és elnézést kérek, mert van egy másik e, cég is, aki, aki pályázott, és ő is nyert, ő egy másfajta programot fog megvalósítani. Mi pedig egy olyan programra e, nyertünk e, kis támogatást, aminek köszönhetően egy ingyenes oktatás, ingyenes e, olyan tanfolyamot fogunk tudni tartani a közfoglalkoztatottak részére, aminek, e, aminek a végeredményeképpen, reményeink szerint, e, felkészültebbek lesznek, tájékozottabbak lesznek pénzügyi vonatkozásban. Mit is jelent ez? Ez azt jelentheti például, hogy innestől kezdve azt a pénzösszeget, amit ö, megkeresnek ö, a, a közszolgálkoztatotti létben is, talán okosabban, ö, tudatosabban fogják tudni beosztani, tudatosabban fognak tudni választani mondjuk egy, egy, egy banki ö, hitel, egy banki termék között megpróbáljuk őket bevezetni ez, ebbe a világba, hogy, hogy, igenis legyél tudatos, és úgy döntsél, hogy számodra az valamiféle értéket jelentsen. Mit jelenthet ez? Ez például azt jelentheti, hogy olyan számlavezetési formát érdemes választani a banknál, a fizetésed oda megy, akkor elvileg nem lesz számlavezetési díjad. És sorolhatnám meg nagyon sok olyan praktikus lehetőség van, megoldás, amit hogy egy kicsit... tájékozodik tájékozódik az ember, vagy kap egy kis segítséget, külső segítséget, és itt Magunkra gondoltam a kollégáim által, egy olyan tájékoztatást, olyan oktatásrendszert állítottunk össze számukra, ami közérthető, Gyakorlatilag, gyakorlatilag tudást ad. Ugye a, a Magyar Nemzeti Banknak a pénzügyi fogyasztóvédelmi központjának köszönhetően, miután ezt a támogatást elnyertük, ezt ingyen fogjuk tudni számukra nyújtani, 11 településen is akár, vagy még ha még most csatlakoznak, még akár másoknak is megpróbáljuk ezt a tájékoztatást megadni. 11 településről van szó, körülbelül merre helyezkednek ezek el a megyében, mennyire figyelnek arra, hogy valóban a rászorulókat segítsék? Hát igen, nagyon köszönöm a kérdést. Igyekeztünk úgy választani az önkormányzatok, illetve azon cégek között, akik a foglalkoznak, akik hátrányos helyzetű településeken vannak elsősorban. Ugye itt említhetjük egyébként a Tiszoró Fősztöndihez kapcsolódva, mind a település, Tiszabura, Tiszagyenda, Kőtele, Tiszagyenda, Kummadaras, Mezőtúr, és sorolhatnám még, de igaziból ez nem azt jelenti, hogy csak ezen a 11 településen, hanem én azt gondolom, hogy ha minket megkeresnek, vagy úgy adódik, hogy valahogy eljutnak hozzánk, akkor mi nagyon szívesen segítünk másoknak is. Kapacitásunk, hála Jústának, azt kell mondjam, hogy, hogy, hogy van. Én bízok benne, hogy hogy olyan mentorokat fogunk tudni képezni, egy programunknak az egyik célja az, hogy olyan mentor mentorhálózatot tudjunk kialakítani, akik utána tovább tudják adni ezt a tudást. Tehát, hogyha valaki már megszerzi ezt az információt, rendelkezik majd ezzel a tanfolyamot lezáró papírral is, akkor mi remélhetőleg egy olyan képességet tudtunk számára átadni, amivel a többieknek fog tudni segíteni. Tehát ez egy olyan hosszantartó, számunkra csak egy évet felülelő program, de abba bízunk, hogy a későbbiekben tovább fogja tudni vinni ezt az információt. Az még nagyon fontos dolog, hogy ezeknek az embereknek mennyi idejét veszi majd el a tanfolyam, amely ugye, hát ne fogalmazzunk ilyen negatívan, jócskán fog adni számukra. Igen. Igyekszünk interaktívak lenni. Alapvetően háromszor két óráról beszélünk, ami sok mindenre nem ad lehetőséget. Közvetlenül számukra ez a háromszor két óra az, amit mi gondoltunk, hogy egy-egy csomagban át tudunk nekik nyújtani természetesen emellé kapcsolódik a mentori program, ahol a mentorok akár helyszíre, családokhoz kimenve fogják tudni a további információt számukra megadni, illetve egy olyan családi nap programot szervezünk egész évben, szinte heti kétheti rendszerességgel, ahova bármikor be tudnak jönni, azért nevezük családi napnak, mert hogy azt gondoltuk, hogy ne az legyen, hogy csak azok tudnak, akiknek nincs gyermekük, hanem a nyugodtan a gyerekekkel bejöhetnek, egy kis gyereksarkot csináltunk, és a Szapári úton az irodánkban, ott mindenkit nagyon sok szeretettel fogunk fogadni ezeken a családi napokon, és itt is lesz arra mód és lehetőség, hogy megbeszéljünk egy-egy, akár egy olyan akut problémát, amire valamiféle megoldást kell nyújtani, vagy adott esetben egy olyan újfajta módszer, amivel ő neki Egyszerűbb lesz mondjuk a számla vezetése. Hányan vesznek majd részt ebben a programban, hiszen nagyon sok település, ugye 11 település közfoglalkoztatottainak szól mindez, hányan lesznek? Én abba bízok, hogy, hogy legalább egy 500 közfoglalkoztatott részére ezt az információt el tudjuk juttatni. Közvetlenül és közvetve a mentori programnak köszönhetően, meg én, én nagyon bízok benne, hogy esetlegesen ez több ezer embert el tud érni. Ugye itt ö, ilyen 60-70 ezer forintos havi fizetésekből élő közfoglalkoztatottakról van szó. Ö, milyen tanácsokkal tudják még őket ellátni, amelyet most a nézők számára csak egy felsorolásszerűen el tudunk mondani? Ugye a bankszámla vezetést azt említette. Igen, tudatos hitelfelvétel, hitelkiváltás, ugye ami amiről most nagyon sok szó esett adott esetben, az, hogy ha, 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 valamiféle vásárlásba gondolkozik, akkor ne az legyen azonnal, hogy az csak hitelből, áruhitelből, vagy személyhitelből szeretné megvalósítani. Nagyon fontos azt látni, hogy vannak olyan hitelformák, amik lehet, hogy egyszerűnek tűnnek fölvenni, viszont nagyon magas a hiteldíj mutatójuk. Ugye mit jelent az, hogy THM? Mit jelent egyáltalán az, hogy a adott hitelnél hány Euh, havonként vagy évenként változik-e a visszafizetési... Tehát alapvető pénzügyi így ismeretek. Így van, tehát ez, ezek azok az ismeretek, amire fontos, hogy ők felkészüljenek, és tudjanak egyáltalán erről, hogy vannak ilyen lehetőségek, hogy számukra ez elmagyarázható, kézzelfoghatóan látható módon bemutat, bemutatjuk nekik majd. Hát köszönöm szépen akkor sok sikert a programhoz, köszönöm és remélem, szépen. hogy minél több közfoglalkoztatott profitál majd belőle. Köszönöm, köszönöm hogy itt volt. Kedves nézőink, mi pedig egészen más témával folytatjuk, ugrunk egy kicsit a természetbe, mert hogy az egész földet benépesítő vándor sólyom lett idén az év madara. A gyors vadász akár 320 km per órás sebességgel is képes áldozata után zuhanni. A fokozottan védett madár eszmei értéke fél millió forint, és akár iszik, akár nem vándor sólymot a megyeszékhelyen is láthatunk pár éve ebben az esztendőben azonban már nem, és amiről még szó lesz, az pedig az év fája, amelyet szintén 2018-ban választottak meg. Annyit elárulhatok róla, hogy illatos, búza virágzatú fa, és a megyében puszta monostoron vert nagyobb számban gyökeret. Hát akkor derüljön ki hamarosan, hogy melyik ez az év madarát azzal az azzal a szándékkal válasszák meg itt európa országaiba, hogy fölhívják az adott évben egy-egy madárfaj jelenlétére, veszélyeztettségére a figyelmet. A vandorsóljomra, és ez mindig szavazással történik. Tehát nem egy tudós ö, társaság kiválaszt egy madárfajt, hogy no, ez legyen az év madara, nem így van, hanem meg Szavazásra bocsátják, és akkor egy demokratikus úton megválasztott madárfaj kerül ebbe a státuszba nagyon egyszerű a magyarázat. Most ez a madár azért került a, a, a évmadárának, mert 20 évvel ezelőtt, 97-ben települt vissza, úgymond fészkelőként Magyarországra, tehát egyfajta jubileum, és ráadásul idézőjebbet éve ember közelbe is látható, és így föl lehet rá figyelmet. Érdekes madárfaj, olyan szempontból mint mindegyik madárfaj, ez is nagyon érdekes, egész ö, ö, földet benépesíti jóformán, különböző alfajai vannak. Egyes vélemények szerint ezek már önálló fajok lesznek a közeljövőbe, de most még egy fajnak tekintik őket, tehát az egész földetben benépesítik. Az egyik leggyorsabb röptű madarunk. A zsákmányolás közben, amikor a e, e, élő madarat elfogja a levegőben, akár 150-200 km h óra sebességre is föl tud gyorsulni. Ez egy iszonyatos nagy sebesség élőlények esetében. Egy közepes termetű, körülbelül övnagyságú madár, szürke, szürkés, szürkés, barna tollazatú, az alsó teste barnás árnyalatú, jobban barnás árnyalatú, sávozott, betyezett, tehát úgymond tarka tollazatú. A torka, illetve begye az viszont világos, fehéres, szürkés, rozsdás színekkel tarkított, tehát nem egyszerű, nem egyszerű hófehér, a, de világos színű a szem mellett két fekete tollakból álló sáv, az úgynevezett barkó van, erről világos időben jól látható módon megkülönböztethető még szabad szemmel is. Tápláléka madarakkal táplálkozik, élő zsákmányokat fog általában. A legfőbb tápláléka a vadgalamb, illetve a galambfélék, a elvadult házigalambok is. Itt csatlakoznék egy érdekes adathoz. 2010-es években Szolnok belvárosában rendszeres téli vendég volt körülbelül 8 éven keresztül egy Rendszerint egy madár, de néha előfordul, hogy kettő-három vándorsolyom is itt telelt a vízügyi székház tetején, és a a piac környéki épületek tetőzetén pihenő, elvadult házigalambok voltak a fő zsákmányállatai. Ezt meghozkázhatom, hogy abban az időben akár száz százalékban is ezeket a madarakat fogyasztotta. Ezen kívül a seregélyek, varjúfélék, apró bénekesek a jellemző táplálékállatai ő emlősöket szinte nem zsákmányol, mert érthető módon azokra ő nem tud vadászni. Nagy sebességgel röpül és nem tudja az a fű között megbúvó apró emlősöket elfogyasztani. A ugye a, a, a kistermetű madraktól, a színege nagyságú madraktól egészen a vadkacsa és a, a vadréce és a, a géme nagyságú terjed. Körülbelül 200-220 madárfajt mutattak ki a táplálékáltai között, tehát nagyon-nagyon sokféle madrat fogyaszt. Fészkelése. A hagyományos fészkelő helyei azok a hegységeknek a magas megközelíthetetlen sziklapárkányai, ahol ő abszolút biztonságban van. Fészket nem épít, a többi félhez hasonlóan, hanem ezeken a párkányokon kialakított kis mélyedésekben, vagy természetes módon keletkezett kis mélyedésekben rakja le három-öt tojását, és ennyi fiókát szokott fölnevelni. Az Alföldön gyakorlatilag nem fészkel. Néha előfordul ugyan, hogy elhagyott ragadozó madarak fészkét elfoglalja a mi fán van, de ez nagyon ritka. 1997-ben települt meg el, újra Magyarországon fészkelőként, mert azt megelőző évtizedekben közel évszázadig nem fészkelt Magyarországon, akkor újra fészkelt. Ma már körülbelül 30-50-70 pár fészkelhet, ez időről időre változik évente, hogy mennyi fészkel. Az Alföldet inkább csak téli időszakban keresi föl, mint a szolnoki előfordulás is bizonyítja ezt, és hát egy, egy ritka szép madarunk. 2018 év fája a virágos kőr is, vagy más néven, régebbi nevén manna is. Ez egy harmadrendű fa, tehát egy viszonylag alacsony termetű, a fa termesztés szempontjából úgymond jelentéktelen fa, Általában pontosan olyan fafajokat szoktak választani, amelyek nem a, a nagyságukkal, a hatalmasra nőtt termetükkel e, illenek bele a fák közé, vagy uralják a fák világát, talán ez jobb kifejezés, hanem e, szerényen meglapulnak viszont olyan szempontból fontos a jelenlétük, hogy a biodiverzitást a biológiai sokféleséget, az élővilág sokszínűségét e, e, növelik ezek a fafajok. Ez egy viszonylag tehát alacsony hat 8-10 méterre megnövő fafaj, ö, gyönyörű virágzata van, ilyen ö, nagyon illatos buga virágzata van, az májusban nyílik, és a, a, hogy mondjam, az adott erdő részeket ö, elvarázsolja az illatával. Tehát olyan nagyon kellemes illata van. Talán azt lehet mondani, hogy még a hásoknak van ilyen nagyon jellegzetes, erős illatuk a fafajok között. A Dunántúli régióban elterjedt, itt az Alföldön nem igazán érzi jól magát, túl száraz és túl ö, kötött a talaj számára de az itt is előfordul, itt a megyénkben nyilvánvalóan ültetett állománya, vagy hát egyedei, nem állománynak nevezném, egyedei Puszta monostor térségében vannak a vasúti állomás környékén, a madarak védelmével kezdődött a természetvédelem egyáltalán világviszonyatban madarakat kezdték el legelősőnek védeni az élőlény csoportok között, és ma már minden élőlény a úgymond legutálatosabb, az emberek döntő többsége számára a nem szeretem átok, a kígyók, békák, vagy, vagy, vagy denevérek is védettek, na most ugyanígy terjed ki a természetvédelem a többi élőlénycsoportra, és így a, a botanika egyes képviselőjére és a fákra is. És gyakorlatilag a fák nélkül nincs élet. Ugye tudjuk azt nagyon hogy a, a föld oxigén készletének az egyik legnagyobb forrásai az erdők, az ősi erdők főleg, ugye? A, és hogyha ezek nincsenek, ezek elpusztulnak, a föld élet kerül maga veszélybe. És a, a, a erdők, a fák védelme ezért elengedhetetlen. Ez nem erdőgazdasági termék. Tehát ilyen értem a fája ipari felhasználása kevésbé alkalmas. Úgy is mondhatni, hogy alkalmatlan, tehát nem, és mennyiségileg is nem számottevő. tevő. Tehát ilyen jellegű gazdasági haszna nincs. Ez talán egyrészt előnye, mert nem termelik ki olyan nagyon, viszont hátránya, mivel hogy nem szaporítják. Tehát ilyen értelemben az erdészet, amelyik e, hát többé-kevésbé e, e, nyereségcentrikus, tehát ilyen értelemben a gazdasági haszonra törekszik, ugye a számára értéktelnek tűnő fafajokkal nem foglalkozik, nem ülteti, nem szaporítja, és ezért szorul vissza. És ugye, ha útban van, akkor kivágják, és akkor eltűzelik. Tehát ilyen értelemben a, a mézeli méz haszonvétel semmi olyan nagyon jellemző, mivel nem számottevő. Ugye gondoljuk a, a méz az akászoknál. Az akászot mindenki tudja, az egyik legfinomabb méz készül belőle, épp ezért, tehát az korlátlanul szaporítják, és rengeteg helyen megtalálható, míg a világos kősre ez nem jellemző. Nos, kedves nézőink, hogy maradjunk még egy kicsit a természetnél. Elmondom, hogy ebben az esztendőben megválasztották az év halát is, amely a balillet, az év gyógynövénye a levendula, az év emlőse pedig a földi kutya. Ezekkel az információkkal búcsúzunk munkatársaim nevében, és köszönöm figyelmüket viszontlátásra.